És azt gondolom, hogy a sikeres vállalkozónak az a jellemzője, hogy soha nem rohan, mindig ráér, de minden el van intézve. Tehát aki siet, az sikertelen. Ez tény. Két út van. Az egyik, hogy mindent beírsz a naptárba, a másik, hogy semmit nem írsz be a naptárba. Az nagyon fontos, amit mondtál, hogy a fejembe ne legyen semmi. Tehát a fejem az csak a cégemről gondolkodhat. Nem gondolkodhat a kiló kenyérről, a gyerek tornacipőjéről, a másnak a dolgáról. 30 éve használom, és azt látom, hogy nem használják az emberek, ez pedig a feladatlista. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha ez sok feladat van ezen a papíron, akkor célszerű akár naponta újraírni. Vagy esténként. Én azt csináltam, hogy dolgoztam, összefirkáltam a lapomat, és addig nem mentem haza, míg nem írtam le egy új lapra. Másnap, amikor kezdtem a munkát, akkor egy új A4-es lapon szép sorban ott voltak a feladatok. Rendet raktál a fejedben. Rendet raktam a fejembe, és úgy mentem haza. És tudtam a gyerekekkel játszani. Én azt mondtam a családnak, amikor dolgozom, dolgozom, amikor nem dolgozom, akkor veletek vagyok. És hogyha jó az időgazdálkodásod, akkor én meg tudtam azt tenni, hogy azt mondta a gyerek, hogy apa, szerdán nincs iskola, akkor szerdán belefér bőven az időmbe, hogy a gyerekkel legyek. Tehát azt látom, hogyha tervezetten tervezzük a család idejét is, akkor többet tudunk a gyerekekkel lenni. Ugye a legrosszabb, amikor dolgozol, és mindig a család zavar, aztán elmész a családba, és állandóan a munka zavar. Ugye azt tapasztaljuk, hogy majdnem minden menedzsernek van titkárnője, és szinte senkinek nincs sofőrje. Ha belegondoltok, ez régen lehet, hogy működött, de ma már ez értelmetlen dolog. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy aki szeretne naponta 4-5 órát spórolni, tehát 4-5 órával többet kapni, akkor vegyen fel egy sofőrt. Óriási hatékonyságot tud növelni. Nagyon fontos dolog, hogy ha az derül, hogy te napi 90%-ban menedzser vagy, akkor tudd, hogy a cégnek nincs igazgatója. Ha te napi 10 órában szakmai munkát végzel, az nem baj, csak tudd, hogy a cégednek nincs igazgatója. Ez nem a kormányos nélküli hajó. Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd Újra a vállalkozásod beszélgetés sorozat, és nagy örömmel osztom meg veletek a hírt, hogy itt van velünk újra Kulcsár Tibor, a Kulcssoft Nyrt. Tulajdonosa, akivel már egy előző alkalommal beszélgettünk, ha esetleg nem láttátok, akkor ennek a linkjét megtaláljátok itt a leírásban, illetve az ő jó voltából kaphattunk egy olyan átfogó anyagot is válságkezelésről, ami szintén a hozzáférést teljesen díjtalanul megtaláljátok itt a leírásban. Tibor, köszönjük szépen, hogy újra itt vagy velünk. Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a veled való beszélgetés kapcsán, illetve az előbb utaltam rá, hogy van ez a válságkezelési anyagod is, amit köszönjük, hogy felajánlottál, hogy mindenki díjtalanul elérheti, és hát ennek kapcsán is jócskán jött hozzánk hálálkodó üzenet, illetve olyan is, hogy a kutya fáját, hogyha ezt tudtam volna, akkor mennyire másképp alakultak volna a dolgok, de mindig jobb azért később felismerni legalább, mint soha, úgyhogy most örülök, hogy folytathatjuk a beszélgetést, és az első blokkban akkor az időgazdálkodással fogunk foglalkozni. Itt vannak nagyon erős mondataid, amiket én nagyon szeretek, és nagyon hálás vagyok érte. Ide tartozik az is, amit a könyvedben is hivatkoztál, vagy írtál, hogy ami egy A4-es rapra nem fér el, az vagy hülyeség, vagy még nincs kitalálva. Kifejtenéd ezt egy kicsit bővebben? Igen. Ez egy régi-régi történet, én is úgy olvastam, vagy hallottam, vagy talán nem is tudom, hogy volt. Ugye ez arról szól, hogy van egy ifjú titán, akinek van egy ötlete, és bemegy a menedzserhez, és azt mondja, hogy főnök, van egy nagyszerű ötletem. A főnök mondja neki, hogy akkor ezt írd le. Leírja 27 oldal, viszi egy hét múlva, és azt mondja, hogy főnök itt van. A főnök azt mondja, nagyszerű, holnap jöjjön be, átbeszéljük. Lejön az ifjú titán, azt mondja neki a főnök, hogy fantasztikus, nagyon jó, csak bő. Szűkítse le rövidebbre. Titán elmegy, egy-két nap leszűkíti 6 oldalra, viszi a főnöknek, főnök azt mondja, nagyszerű, este elolvasom, holnap jöjjön be, beszéljünk erről. Lejön az ifjú titán, azt mondja neki a főnök, hogy sokkal jobb, sokkal áttekintetőbb, de most írja le egy A4-es lapra. Hát azt nem lehet. Írja le. Titán gondolkodik, ötlettel, megír egy A4-es lapra, főnök átveszi, és azt mondja, na jó, akkor most már elolvasom. Addig bele sem nézett akkor. Mert, és az időgazdálkodás, tehát nekünk menedzsereknek az idő a legizgalmasabb terület, nem a legnehezebb, a legizgalmasabb, és a legfontosabb az, hogy ne engedjük, hogy rabolják az időnket. És mindent meg kell tennünk, még ha ez kellemetlen, vagy udvariatlan, vagy bárhogy mondjuk, hogy a mi időnket senki ne rabolja, senki ne játszon az időkkel. És azt gondolom, hogy a sikeres vállalkozónak az a jellemzője, hogy soha nem rohan, mindig ráér, de minden el van intézve, és tud nőni a cégnek. Úgyhogy én most ehhez az időgazdálkodáshoz hoztam pár ötletet, gondolatot,
észrevételt, tapasztalatot. Alig várom, hogy megoszd velünk. Közben egyébként az a kép jelent meg bennem, nem tudom, láttad azt a filmet, azt hiszem Lopott idő az volt a címe. Két dimenzióban zajlik az alaptörténet, és most csak amiatt mondom, hogy mondtad, hogy aki igazán sikeres vállalkozó, az ráér. És ez szerintem nagyon sokaknál így benyom egy gombot, hogy hú, hát azért ezt te se gondolod komolyan. Tehát én emlékszem arra, amikor felkértelek ezen beszélgetésre, és akkor mondtad, hogy majd megmutatod, hogy hogy lehet 10-szer annyit elérni adott időegység alatt, és mondtam, hogy hát erre szerintem nagyon sokan leszünk kíváncsiak. Visszatérve a filmhez, ott arról szólt, hogy a két síkon mozog, ahogy említettem a történet, vannak a szegények, és a szegények időért dolgoznak. Valójában ebben a világban minden munkáért időt kap cserébe. Egy érdekes koncepció. És hát a szegényeknek alig van idejük, és mindig a halál küszöbén vannak, mert a túlélésért dolgoznak. És vannak a gazdagok, akiknek meg időmilliómosok. És egyszer az egyik dimenzióból átszökik a főszereplő, aki nyilván a szegény rétegben van, átszökik a gazdagokhoz, és lebukik. És az a durva, hogy hogy bukott le? Hát úgy, hogy sietett. Tehát arról vették észre, hogy ott egy szegény, mert honnan tudjátok, mert hogy siet. Ez most csak azért hogy vetettem fel, hogy amikor veled egyeztettem mondjuk időpontot, akkor azt mondtad, hogy egyetlen nap kivételével alapvetően ráérek, akkor épp a fiamnak van a vitorlás verseny, vagy nem tudom mi, de egyébként tudok jönni. Tehát, hogy ez egy nagyon autentikus, nagyon hiteles dolog az időgazdálkodás, úgyhogy tükön ülök és várom, hogy oszd meg velünk ezeket a praktikákat, eszközöket. Örömmel, és visszacsatolás, tényleg így van, tehát aki siet, az sikertelen. Ez tény. No, hoztam néhány dolgot, én több témát hoztam, ezért nem egy komplex áttekintő előadás, de ilyen csemegék, ilyen kis nézzük. Csoki bombonok. Lehet, hogy savanyú vagy keserű, de csoki lehet, bombon, igen. Lehet, és lehet, hogy valamivel nem fogsz egyetérteni, nagyon örülnék, hogyha nyugodtan belekötnél ebbe. Jó? Az első, amit hoztam, és nagyon izgalmas dolog, hogy mit tilos. És amit én fölírtam, ez a chat, messenger, viber, ezek whatsapp. Ezek a tiltólistások? Ezek tiltólistások. Tehát a sikeres embernek ezeket nem szabad használnia. Mm-hmm. És elmondom miért, egy konkrét példával, ahol én megtanultam ezt a dolgot, hogy biztos ismered, ülsz a gépnél, mondjuk csinálsz valamilyen marketing anyagot, vagy bármit, és akkor jön a messenger, hogy szia Tibor. Hát válaszolok, hogy ugye abba adjam az olvasást, szia. Megyek visszaolvasni, zavarhatlak? Enter, ugye. Mert ki zavarhatsz. Olvasom. Van egy ötletem. Mond. Az lenne, hogy pam-pam-pam, enter. Ugye ezek a messengereknek az a baj, hogy ütsz egy entert, mint mondat végén általában ütünk, akkor ez egy újabb csipogás. Mm-hmm. Csipogás, csipogás, ki van csipogás. Ezt találva azért, hogy a figyelmedet megszerezze? Igen, ez lehet, hogy igaz a magánéletben, de az üzletben szigorúan tilos. És akkor, hogy ez a tízszerezés, hogy én naponta 100 órát dolgozok, vagy dolgoztam, ha összeadod, hogy egy messenger üzenetnek mikor van vége, az körülbelül 5 perc. Uh-huh. Mire kérdezel, írja. Ha ezt e-mailen küldi, akkor az fél perc. Az 5 perc az 300 másodperc, a fél perc 30 másodperc. Tehát azáltal, hogy én megtiltottam a messengert, nekem tilos volt messengert írni, azáltal én 10-szer rövidebb idő alatt megoldottam egy problémát, vagy egy kommunikációt, míg a messengerre jöttek ezek az üzenek. Tehát a messengert, ha sikeres akarsz lenni, ki kell iktatni az életedből, nem szabad, és mindenkinek azt mondtam, hogy valaki írt messengert, akkor én jellemzően este valamikor ránéztem a messengerekre, és gyakorlatilag minden messenger üzenetet tényleg olvasatlanul úgy hagytam, és mindegyiknek végén odaírtam, hogy köszönöm, küldd el erre az e-mail címre összefoglalva. Mm-hmm. És a messengernek van még két nagyon nagy problémája, az egyik, hogy nagyon nehéz olvasni. Ugye egy e-mailt, egy levelet, ezt viszonylag gyorsan át tud tekinteni, tehát viszonylag gyorsan el tud olvasni, ez az egyik előnye. A másik előnye, hogy könnyű archiválni. Uh-huh. Tehát, és majd lesz szó az e-mailről, tehát én kapok egy e-mailt, ami fontos, és mondjuk egy-két hét múlva arra szükségem van, akkor azt nagyon könnyen el tudom... El tudom keresni, tudom archiválni, tudom, hogy hol van. Még egy messenger üzenetet ugye nem tudsz archiválni, tehát vagy te copy-paste-tel kiszedegeted, de megint a te időd rablódik. Uh-huh. És még egy fontos dolog van, hogy miért nem jó a Viber, ugyanis az emberek, és ez alap emberi tulajdonság, nem szeretnek komplexen gondolkodni. Uh-huh. Tehát nem akkor kezd írni a Viber üzenetet, vagy a Messenger üzenetet, amikor a fejébe kész van egy gondolat, hanem elkezd írni, és akkor még eszébe jut az, meg ez, meg az, meg amaz. Tehát nagyon lassan megy, míg hogyha e-mailt kell írnia, addig ő neki
ezt egyszer küldjük el, tehát neki rá van kényszerítve, és ez a dolgozód, ügyfeled, bárki, hogy a gondolatát összefoglalja, és egy kerek egészé tegye át. És már akkor írja meg, amikor ez megtörtént. Így van, pontosan. Kettő, senki nem szeret egy e-mail sokáig írni, ezért valószínűleg, hogy tömörebben fogja. Lényegre törőbben fogja, mint a messengerben, ugye könnyen szalad a kezünk. És nem gondoljuk végig. Tehát én az első, amit akarok mondani, hogy tilos ezek a üzenetek, telefonos üzenetek, messengerek, tilos a sikeres embernek. És van, aki ezt így nem fogja el, ennek mindig azt szoktam mondani, hogy kössünk egy fogadást. Tehát reggel 8-kor elkezdünk dolgozni, és 8 és 10 között én kapok 150 e-mailt, te kapsz 150 messenger üzenetet, kivégez hamarabb. Elintézve, archiválva, lerakva. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy én 11-re kész vagyok, és lehet, hogy te este 5-kor még mindig kommunikálsz vele. És ha kész vagyok, az azt jelenti, hogy elolvastam, válaszoltam, beraktam a megfelelő dossziéba, a mappába. Most, hogy belegondolok, tényleg a chat fórumok azok olyanok, mint a rágógumi, hogy így nyúlik. Csak nekünk erre nincs időnk. Igen, én egyébként azt szoktam tenni, hogy a telefonról kiveszem azokat a funkciókat, tehát soha nincsenek ilyen felugró ablakok, hogy ne tudjanak megzavarni ebből a szempontból. Bár azt feltételezem valamiért, hogy a telefonról külön is fogsz beszélni, mint az életünk része, így technikai van. Eszköz, de hogy összességében abszolút ezen a nevezőn vagyok, amit most elmondtál. Úgyhogy én azt gondolom, aki sikeres akar lenni, az írtsa ki az életéből a messengert, és rá kell kényszeríteni az embereket, hogy tegyük meg. De hogyha vállalkozók, hogy mi vagyunk a főnökök, és ettől kezdve ugye az van, amit mi akarunk a cégben. Igen, itt most fontos, bocsánat, csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugyanezt az ember nem családapaként éli meg, vagy tehát most itt a vállalkozói létről beszélünk, ez nagyon fontos, hogy mondjuk igen. A fiamtól nem azt fogom kérni, hogyha menjek érte a suliba, akkor írja le e-mailben, tehát hogy ezt most csak azért mondom nem neked, hanem amiatt mondom, hogy aki velünk tart, hogy én arra kértelek, hogy most kifejezetten az időgazdálkodásnál a fókuszról beszéljünk, hogy vállalkozóként hogy tudom adott időegységből legtöbbet kihozni. Tehát azok a szabályok, azok a keretek, amiket most mondasz, azokat én kifejezetten úgy kértem, és köszönöm, hogy kapjuk, hogy amikor eredményes vállalkozó, sikeres vállalkozóvá válás útján haladsz, akkor ezeket hogyan használd? Így van. De ezt hozzátenném, hogy ez a családra is igaz. Tehát nekem a fiaim se írattak messengert. Tehát ha dolgozom, akkor dolgozom. Ha család van, akkor család van. Tehát ha belegondolsz, nagyon kevés olyan eset lehet, hogy a gyereknek velem kell beszélgetnie. Tehát azt gondolom, hogy egy menedzser, aki mondjuk egy céget akar építeni, és itt megint majd beszélgetünk a vállalkozásról is, tehát azt gondolom, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a családot is lerendezzük, mert hiába vagy rendkívül feszes tervezet, hogyha mondjuk a feleséged óránként felhív, és elmondja, hogy figyelj, ugor már be ide, vegyél ezt, vagy a gyerek fölhív, hogy apa otthon maradt a körzöm, szaladj oda. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ezt ugye el szokták seperni a szőnyeg alá, de igenis, ha sikeresek akarunk lenni, a családot is rá kell kényszeríteni arra, hogy alkalmazkodjon az apa időbeosztásához. És higgyétek el, hogy én azt mondtam a családnak, amikor dolgozom, dolgozom, amikor nem dolgozom, akkor veletek vagyok. És hogyha jó az időgazdálkodásod, akkor én meg tudtam azt tenni, hogy azt mondta a gyerek, hogy apa, szerdán nincs iskola, akkor szerdán belefér bőven az időmbe, hogy a gyerekkel legyek. Tehát azt látom, hogyha tervezetten tervezzük a család idejét is, akkor többet tudunk a gyerekekkel lenni. Ugye a legrosszabb, amikor dolgozol, és mindig a család zavar, aztán elmész a családba, és állandóan a munka zavar. És frusztráltá válsz. És oda-vissza. Így van, így van. Tehát igenis a családnak is el kell mondani, hogy te mikor érsz rá, mikor dolgozol, és akkor ne zavarjanak, és akkor majd erről beszélgetek, hogy oldjuk meg az edzést, meg oldjuk meg az, hogy otthon maradt a körszön, meg a... Brian is mindig ezt mondta nekem, hogy play hard, work hard, tehát hogyha ha játszol, akkor keményen, igen, hát hülyangzik így magyar folytásban, de hogy akkor arra fókuszálj, ha dolgozol, akkor meg akkor munka van. Így van, így van. Jó, tehát a chatről ennyit, és akkor a következő téma megint tilos, ez úgy szoktam hívni, hogy a kávézgatás. Ugye ez abszolút jellemző, hogy figyelj, Tibor, ígyunk meg egy kávét, valahol rég találkozunk, van egy-két jó gondolatom. Ez szigorúan tilos. Ha elkezdünk számolni, hogy egy ilyen kávézás, az körülbelül 3 óra. De 2 minimum. Fél óra, mire odamész, akkor parkolót keresel, akkor beszélgetsz, akkor valamelyikőtök késik 10 percet, akkor ugye kell egy kis udvarias beszélgetés, akkor elmondja a mondandóját, ami jellemzően abból áll, hogy valamit el akar adni neked, majd hazamész.
Tehát, hogyha ez a, azt veszük, ez a két óra egy kávézgatás alatt, én, nekem körülbelül, mikor dolgoztam igazából intenzíven, akkor napi 150-200 e-mailem volt. És egy kávézás alatt én ezt a 200 e-mailt lekezeltem. És ebben az e-mailben benne van, ugye a chat minden át lett irányítva, tehát nekem e-mail volt a fő kommunikációm. Tehát ha belegondolsz, egy kvázi lényegtelen beszélgetés alatt én az összes e-mailemet megcsináltam. Érdemes gondolkodni. Tehát ez a kávézás, ez tilos. Akkor jött az, hogy akkor fölugrom én. Ugye azt mondtam, hogy bocs, nincsen időm, hogy elmenjek kávézni, akkor fölugrom én. És ha belegondolsz, ha ő ugrik fel, ugyanúgy elmegy egy órád. Mert minimum 10 percet késik átlagban a vendéged, akkor kávét kell főzni, akkor udvarias beszélgetés, és megint el akar neked adni valamit. És itt volt az, hogy amikor mondták, hogy de nagyon-nagyon fontos mondani, van nagyon jó ötlet, nagyon jó, mindig azt mondtam, figyelj, írd le egy e-mailbe, és küld el nekem. És akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy könyvem olvastad? Hú, Tibor, nagyon jó a könyv. Ez csapda, és azt mondtam, na, akkor emlékszel az A4-es oldalra, ne legyen hosszabb A4-esnél. És már ezért megérte a könyvet megírni, hogy mikor megkérdeztem, hogy tetszett-e a könyv, és mindenki nyilván akár udvariasságból, akár tényleg azt mondta, hogy tetszett, akkor megértette, hogy nekem nem lehet írni 5 oldalt. Nekem egy A4-es lapot kell, hiszen ezt írtam a könyvbe. És egyébként például ugye az is van, hogy akkor küldök egy prosit, és akkor küldenek ilyen 20-30 oldalas színes szagos prospektust, tudod, így mellékletbe. Ezekre olvashatóan az volt a válaszom, hogy figyelj, nagyszerű, írd le egy A4-es lapra a gondolatodat. Úgyhogy egy nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kávézzunk, beszélgessünk, dumcsizzunk, mert van egy jó ötletem, ezt ki kell iktatni az életedből. És hogy milyen jó példa, hogy én ezt régóta, 20-30 éve tanítom, és van egy barátom, aki laza volt, ilyen fiatal korábban, és egy nagyon komoly állást kapott. És az első mondata az volt, hogy a Tibor, már nálam sincs kávé. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy, és ő megértette, hogy addig azt hitte, hogy milyen hatékony, meg elmegyünk, kávézunk, és akkor ott vagyok, akkor odajövök még egy embert, és amikor tényleg elkezdett dolgozni, akkor hirtelen rájött, hogy ez mennyire káros az időgazdálkodásunkra. Úgyhogy ez a másik ilyen történet, hogy nincsen olyan kávézás. Ha valaki akar tőled valamit, akkor mondd meg neki, hogy írd le egy A4-es lapra, és küld el nekem, és azt elolvasom. Jó? Ugorhatunk. Nézzük a telefont. Telefon, kérlek, így van. A legizgalmasabb dolog, ugye ez a, főleg amióta mobil van, ugye az életünk része éjjel-nappal ott van a zsebünkben, éjjel-nappal csörög, vagy éjjel-nappal nézzük, és hát, hogy értsétek, hogy ugye amikor én kezdtem 89-ben, akkor vezetékes telefonunk sem volt, de már hallottunk, hogy van ez a mobiltelefon így a Deltában, meg ilyen helyeken, és azt mondtam, hogy hogyha nekem olyan lenne, hát akkor nekem 10-szer ekkora cégem lenne. Ugye gondoljátok el, amikor én kezdtem, akkor jó, szereztem egy vezetékes telefont, de ugye üzenet rögzítő volt. Tehát gondold el, hogy elmentél valahova, átadtál egy szoftvert, visszajöttél délbe, megnyomtad a gombot, önnek 27 nem fogadott hívása van. Azoknak a kijegyzetelése, visszahívása, nyomonkövetése. Beszélsz üzenetrögzítővel, és akkor szervusz, én voltam, azért hívtalak, hogy. Tehát akkor azt hittük, hogy ez óriási előny. Most azt látom, hogy nagyon ésszel kell kezelni, tehát olyan, mint a kígyóméreg, hogy nagyon hasznos, de nagyon ésszel kell kezelni. És a legfontosabb dolog, hogy én a telefonomat soha nem vettem föl, miközben dolgoztam. Hanem kikapcsoltam, le is fordítottam, hogy le is lássam, és dolgoztam. És azt mondtam, hogy minden órában 15 percet telefonálok. És elmondom, mi ennek az oka. Egyrészt az, hogy ne zavarjon meg. Tehát amikor dolgoztam, akkor dolgoztam. Ugye azt szokták mondani, akár a vállalkozás mítoszából, hogy az a jó, hogyha menedzser egyharmad szakember, egyharmad menedzser, egyharmad vállalkozó. És én mindig nagyon figyeltem arra, hogy az egyharmad vállalkozó, amikor ugye a céged stratégiáját tervezed, a cégedet építed, az meglegyen nekem. És azt látom, hogy a telefon azt tűli ki belőled, hogy te vállalkozó legyél, mert mindig menedzser vagy szakember vagy. Ne fölhívnak egy szakmai problémával, és én mindig hagytam 2-3 órát naponta, hogy a vállalkozásommal dolgozzak. És hogyha a telefon állandóan csörög, vagy pittyeg, akkor nem tudsz stratégiát csinálni, akkor nem tudsz marketing tervet csinálni, akkor nem tudsz stratégiai dolgot csinálni. És van még egy nagy problémája a telefoncsörgésnek, ha fölveszed, hogy nem vagy ott fejben. Tehát, hogyha
írsz valamilyen anyagot, megcsörön a telefon, fölveszed, és azt mondják, hogy szia Tibor, azért hívlak, hogy mégis jó az az ajánlat, 650%-ot. És akkor milyen ajánlat? Ki vagy? Jó, oké. Leteszed? Milyen hülye voltam. Hoztam egy rossz döntést. És ezer másban hozunk egy rossz döntést, mert fölhívnak bennünket, nem vagyunk ott fejben, és rosszat mondunk, megbántjuk, megsértjük, rossz ajánlatot adunk, rossz ajánlatot fogadunk el. Tehát nem lehet úgy telefonálni, hogy nem vagyok ott észben. Ezért mindig az volt az én stratégiám, hogy telefonálni mindig hazai pályán. Ez a hazai pályán telefonálok. Tehát dolgozom, 15 percet minden órában rászánok, vagy a körül ez mindenki döntse el. Megnéztem, ki hívott, és ezeket egyesével visszahívtam. Mert akkor hívtam, amikor én akarom, föl tudtam készülni, utána tudtam járni. Tehát láttam Kovács Béla, ki is ez a Kovács Béla? Ja igen, ajánlatot kért tőlem. Megnézem, ki ez, Facebookon megnézem, ajánlatát megnézem, a kommunikációt megnézem. Tehát fölkészül, hiszen akkor már tudom, hogy mit akarhat, és úgy beszélek vele, hogy föl vagyok készülve minden lehetőségre, végigjáratom az agyamba. Ez néhány pillanat, hogy meddig megyek el, ráhangolódok. Kettő, ő van idegen pályán. Tehát lehet, hogy ül a kocsiba, és azt mondom, hogy na, látom, kerestél, akkor egyezünk meg ennyibe. Jó, oké, Tibor, mert ott van 3 gyerek zsibonk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor telefonálunk, akkor ne vegyük föl, hagyjuk ott, készüljünk fel, és hazai pályán felkészülve beszéljünk mindig telefonon. Ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván az üzleti útról van szó. De igazából ugye én vissza a családra, tehát hogy a gyerekek sem nyagassanak, tehát majd visszahívjuk fél óra múlva, hogy mit akar pontosan. Illetve van még egy nagyon fontos dolog, hogy jó időben időszükségletet tervezve. Tehát van olyan telefon, amiről tudjuk, hogy 20 perc lesz. Akkor úgy hívom föl, amikor tudom, hogy van 20 percem. És van olyan telefon, amikor nem akarom, hogy több legyen, mint 3 perc. Tehát, hogyha nekem egy órakor van egy megbeszélésem, akkor őt 12:57-kor hívom föl, és azt mondom, hogy figyelj, egyig van időm. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy felkészüljünk az ügyfélre, felkészüljünk, hogy mit akar ő, felkészüljünk, hogy mennyi idő lesz a beszélgetés, és felkészüljünk, hogy mi az, amiben belemettünk a telefonnál, és mi az, amiben nem mettünk bele a telefonnál. Többször utaltál az e-mailre, most ebbe is belemennénk konkrétan, hogy te ezt hogy kezeled, ez a mapparendszer, elolvasott, archivált, erre utaltál többször, ezt is hozd meg velünk. Így van, és egyébként visszatérve, és pont jó átmenet, hogy nagyon sok telefonbeszélgetés végén azt mondom, vagy közben, hogy figyelj, írd le e-mailen, most nincs rá időm. Uh-huh. Mert telefonban is rengetegszer ugyanaz van, mint a Messengerben, hogy van egy jó ötletem, de nincs kidolgozza, és akkor majd mondom. És hogyha valaminek 10 perc az ideje, akkor arra nagyon vigyáztam, hogy ne 2x10 perc legyen belőle. Tehát, hogyha te fölhívsz engem, akkor neked rá kell szelni a 10 percet. Én nem szeretném azt a 10 percet végülni. Tehát én mindig azt mondom, hogy tetted bele a 10 percedet, és nekem az csak fél perc legyen, hogy elolvasom, de ne közös 10-10 perccel találjuk ki, hogy mit is szeretnél mondani. Ezért nagyon sok telefonbeszélgetésnek, mikor látom azt, hogy nem felkészült a gondolat, akkor azt mondom, hogy várjál, most nincs több időm. Ezért van az, hogy én csak 15 perc vagyok a telefonra, hogy ne tudjon tovább menni, és mindig azt mondom, figyelj, nekem egykor megbeszélésem van. Nem tudom most végighallgatni, írd le e-mailben. Ez egy kicsit olyan nekem, mint amikor a küzdősportoknál vagy a másik energiáját használod fel, tehát hogy így kitáncolsz. Abszolút. Nekem meg a másik dolog, ez a majom menedzsment, ami eszembe jut erről. Így tehát, kinek a vállán ül a kis majom. Így van, pontosan. Előadások végén volt, amikor odajöttek hozzám, és megkértek arra, hogy nagyon jó volt a prezentációdban ez a néhány gondolat, el tudnád küldeni, és annyira lelkes voltam, hogy mondtam, hogy persze, elküldöm örömmel, és akkor adsz egy e-mail címet, megadta az e-mail címet, és akkor este leültem a gép elé, az előadás végén, egy egész napos tréning végén, és 8-10 e-mailt elküldeni, és én dolgoztam vele. És mondtam, hogy ez így valahogy nem jó. Igen. És akkor azt kérdeztem mindig a végén tőle, hogy kérlek, küldj egy e-mailt, hogy pontosan mit szeretnél megkapni, és akkor örömmel elküldöm neked. Na most ugye volt 8-10 ember mondjuk, aki egy adott esetben kért tőlem, amikor a kismajmot áttettem az ő vállukra,
egy, maximum kettő e-mail jött, mert ugye már akkor neki kellett dolgoznia vele, hogy ő vegye a fáradtságot, hogy megírja az e-mailt, akkor szeretné az a kisebb ellenállás, az annyi volt az előadás végén, hogy elküldenéd, és akkor majd én dolgozzak vele. De ahogy áttettem, tehát nagyon tetszik, amiket mondasz, mert kicsit visszahallom benne azt, amire én is jutottam, hogy az én időmre nekem kell vigyázni, nem a másik fog rá vigyázni, hanem ha én nem vigyázok, akkor senki nagyjából. Ez lenne a főcím, hogy vigyázz a saját idődre. Igen. Így van, mert senki más nem vigyázik rá. Jó, és akkor menjünk át az e-mailben. Az e-mail egy nagyon elavult rendszer, de ha belegondolunk, hogy az a levelet jelenti, és ugye az emberiség történetének a teljes egésze szinte levelekről van, tehát nem szabad az e-mailt elavult dolognak tekinteni, mert úgy tűnik, hogy a levelezés az a leghatékonyabb, optimálisabb dolog. Az, hogy e-mail, tehát digitális levél, annak nincs nagy jelentősége, ugyanúgy kell kezelni, mint a többi e-mailt. És ugye talán nagyon érdekes lenne végül, én szoktam például erről gondolkodni, hogy mondjuk a 1500-as években, mikor semmilyen, akár még írógép sem volt, hogy akkor is, vagy a rómaiaknál, hogy ezeket a pergameneket hogyan tárolták, rendszerezték, elemezték. Tehát gondoljátok, egy római császárságban, amikor volt ott 5-6 millió pergamen, akkor, és a császár kért valami levelet, akkor 2 percen belül a kezébe volt. És talán nekünk is ide kéne visszamenni, és akkor nézzük az e-mailt. Hogy kezeltem az e-mailt? Szintén nem engedtem, hogy az e-mail áthassa az életemet. Tehát szintén ugyanaz volt, egy órába 15 percet e-maileztem. És akkor megnézed, hogy 15 perc e-mail, 15 perc telefon, és volt fél órám a céggel foglalkozni. Idegen nem jött be, csettel nem zavartak, és én nekem körülbelül ez volt az arány, hogy 15, mondjuk ebből volt még néhány beszélgetés, de jellemzően én 15 perc alatt a menedzseri szakmai munkát lezavartam, és az időn felébe a céggel tudtam foglalkozni. És az a lezavarás is nagyon-nagyon gyorsan és hatékonyan ment. Tehát én úgy 15 percenként néztem az e-mailt, addig nem néztem rá. Mert nem engedtem, hogy egy bejövő e-mail, ami főleg csipog, az elvegye a fókuszomat a munkától. Így van. 15 percenként ránéztem, és nekem az e-mail mindig a bejövő vagy a fő mappába jött. És ott is hagytam addig, míg el nem intéztem. Tehát én pontosan láttam, hogy hány e-mailt kell elintézni, mert azok benne voltak. Amiket elintéztem, tehát válaszoltam rá, azokat vagy kitöröltem, vagy archiváltam. Tehát a főmappa mellett voltak úgynevezett almappák, hogy ez annyi, amennyi kell, tehát ezt megint nagyon jó, hogy rákényszerít bennünket, hogy gondoljuk végünk a cégünket, hogy milyen rendszer szerint archiváljuk. És amikor egy e-mail bejött, megválaszoltam, vagy kitöröltem, vagy beraktam a megfelelő mappába, hogyha ez szükséges még a múltban. Ha nem tudtam elintézni, ott hagytam. És ez a rendszer arra ösztönzött, hogy ami a fő mappában van, azzal és csak azzal kell foglalkoznom, azzal viszont kell foglalkoznom. És nagyon, ami pedig nem volt ott, az vagy el volt archiválva, és azzal már nem volt dolgom, tehát csak akkor került be a mappába, amikor már nincs vele dolgom, csak vissza esetleg bármi oknál fogva vissza kell keresni. És tudtam, hogy azokat az e-maileket kell elintézni. És azt látom, hogy ha nem így dolgozol, akkor az e-mail megöl. Tehát akinek ott a főmappában van 200-300 e-mailje, az képtelen arra, hogy ezt rendbe tegye. És ha nem teszed rendbe, akkor elönt a munka, és akkor van az, hogy akkor sietsz. Uh-huh. Mert mindig van még ott néhány száz e-mail. Igen. És, ezt csak figyelembe gondolkodom, hogy ez mennyi energiát viszel, hogyha ott van benned ez a tudat, hogy még ott van 342 megválaszolatlan e-mail, igen, feldolgozatlan így e-mail. Van. Így van. És nyilván ez, amikor azt mondtam, hogy 15 perc, akkor ez körülbelül 15 perc. Tehát 15 percenként ránéztem, és hogyha ezt megcsináltam 10 percet, akkor kerestem 5 percet. Ha ez 20 perc volt, de átlagban kijött, akkor nyilván bele kellett tenni, tehát nem engedtem azt, hogy maradjon olvasatlan e-mail. Volt, amit kellett még nyomozni, azt ott hagytam, mert tudtam, hogy azzal van dolgom, de igazából ezzel a módszerrel, mondom, én 150-200 e-mailt kaptam naponta, ezt nagyon lazán, nagyon könnyedén tudtam kezelni. Engem megdöbbentett az a statisztika, amit a múltkor hallottam, és már pontos számokra nem emlékszem, de az biztos, hogy bődületes volt az átlag napi e-mail érkezéseknek, bejövő fiókba érkezéseknek a darabszáma, hogy milyen bődületes a mostani piac, tehát 2021-ben, hogy hol járunk. Én személy szerint egyébként arra törekszem, hogy külön fiókba kapom azt, ami a munkához köthető, és külön fiókba
azt, ami mondjuk az entertainmentet, ami néhány olyan oldalóval feliratkozom, és akkor ezeket. Mi a véleményed arról, hogy a e-mail megnyitása, kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy látod, mert nekem annak idején Brian azt tanította, hogyha megnyitsz egy e-mailt, és annak a kezelése kevesebb, mint 2 perc, akkor vissza ne zárd, hanem akkor azt intézd el, vagy archiváld, vagy töröld, vagy válaszolj, vagy valamit csinálj vele. Most a 2 perc az csak egy irányadó adat, csak arra mondom, hogy magamon azt vettem észre annak idején, hogy megnyitom, és vagy azért, mert nem kértem, hogy A4-esbe beleférjen, hanem ott volt egy ilyen zuhatag, vagy azért, mert kevés volt még az információ, vagy bármi miatt, de hogy visszazártam, és hogy azt, amikor elkezdtem figyelni, hogy hányszor nyitom meg újra egy e-mailt, amíg még mindig ott van a majom az én vállamon, hogy az mennyi időmet vitte el. Te ezt hogy látod? Ez abszolút így van. Én az, hogy 2 perc, vagy nem 2 perc, ez nem ez volt a fő szempont, hanem az, hogy el tudom ott intézni, vagy nem tudom elintézni. Van az információ. Igen, tehát én, hogyha 3 perc, akkor is elintéztem. De valóban így van. Ugye milyen az a kérdés, hogyha nincs meg az információ, akkor mit csinálsz? Ugye az egyik az, hogy vagy egy visszateszem a majmot, és azt mondom, hogy ezt meg ezt dolgozd ki, és kitörlöm. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha mondjuk egy nagyon bonyolult káosz, ugye tipikus, amit nincs kedved végigolvasni, e-mailt kaptam, akkor én ezt visszadobtam a majmot. És azt mondtam, hogy figyelj, ezt nem értem, fogalmazd át, vagy írd le egy A4-es lapra, vagy bármit csináljunk. Tehát én nem hagytam ott ezeket az időlő e-maileket. Én csak azt hagytam ott, amihez tudom, hogy értem, és egy beszélgetés kell hozzá, vagy egy utánajárás kell hozzá. De igyekeztem, hogy a megnyitások száma az ne legyen 2. Tehát, hogy az e-mailek 80-90%-át egy olvasásra intézzem el. Megnyitod, és valamerre. És valamerre, így van. És a néhány e-mail lehet az, ami nekem utána kell járni, és majd ezt is elmondom, hogy szoktam utána járni, hogy oldom meg ennek a nyomkövetését. Igen, röviden ennyi az e-mail, tehát, hogy mappákba kell rendezni, és középen csak az legyen, ami tényleg elintézendő. Röviden ennyi az e-mail. És akkor igazából nézzük meg, hogy mit csinálunk azokkal az e-mailekkel, amit nem tudtunk elintézni. Tehát ami káoszos, azt visszaküldöm. Az egyik az, hogy, és a következő téma a naptár. Uh-huh. Tehát minden vezetőnek kell, hogy legyen naptárja, és én azt mondom, hogy mindent, de szó szerint mindent be kell írni a naptárunkba. Tehát nem lehet olyan tevékenységünk, akár tárgyalás, akár vásárlás. Tehát, hogyha azt mondja a feleségünk, hogy hazafelé vegyünk mint 1 kiló kenyeret, akkor azt is beírtam a naptárba. Hogy ne tartsa a figyelmedet ezen. Így van. Tehát 2 út van. Az egyik, hogy mindent beírsz a naptárba, a másik, hogy semmit nem írsz be a naptárba. Ezt zseninek kell lenni, ugyanis az nagyon fontos, amit mondtál, hogy a fejembe ne legyen semmi. Tehát a fejem az csak a cégemről gondolkodhat. Nem gondolhat a kiló kenyérről, a gyerek tornacipőjéről, a másnak a dolgáról. Tehát én minden egyes olyan e-mailt, amihez időpont kell, azt azonnal beírtam a naptáramba, és utána rögtön archiváltam. Hiszen beírtam, és annak az e-mailnek a következménye már a naptáromba került, tehát az e-mail mehet az archívumba. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a naptárunkat vezessük, pontosan vezessük, és nagyon-nagyon fontos, hogy a naptárba a család, a magánélet, a munka, minden benne legyen. Tehát nekem a naptáromban a születésnapok benne legyenek, a megbeszélések, minden benne legyen a naptárban. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy telefonunkon ott van, és nagyon fontos... Akkor elektronikus naptárat használsz. Igen, bár én szeretem a papírnaptárt is, tehát még nem döntöttem el, hogy melyik a jobb, de ez mindegy. Én azt gondolom, hogy itt az, hogy te melyiket szereted jobban, melyiket ott jobban kezelni, tehát ez legyen a szempont. És a naptáromra mondok egy nagyon érdekes dolgot, óránként ránézek. És azért nézek rá óránként, mert tudatalat ott van a fejünkben az időpont. Tehát, hogyha te beírt a naptárba, hogy holnap 10-kor, vagy ma valamikor jön hozzád valaki, akkor ha óránként megnézed, akkor hozzászoktad az agyadat, hogy ne tartson fejbe semmit. Ugye az is kellemetlen, amikor beírod, és nem nézed meg a naptáradat, és akkor jön a vendég, vagy te nem indulsz el időbe. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak... Az a mész tej vagy kenyér nélkül, mert abból is lehet hasonló kellemetlenség, mint a vendég. Így van, főleg, hogy megígérted, beírtad, majd elfelejted. Igen. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a naptárunkat óránként, fél óránként alkat kérdése
kukkancsunk rá. És ez egy megnyugvást ad, hogy nem kell megegyeznem, hogy kenyeret kell hazafelé vennem. Érdekes nézőpont, mert alapból meg az emberben lehet egy olyan felvetés is, hogy ez frusztrációt okoz, de tényleg az, amikor azt mondta, hogy valami dolgom volt, még rengeteg dolgom van, nem tudom pontosan, hogy mi, nem nézek rá, és akkor így elkezd bennem ez így örlődök. Ha ránézek, akkor pontosan látom, hogy hogyan tervezem. Így van. Tehát én mindig ránézek, és akkor ez egy megnyugvást ad. Ó, még van időm. És akkor ugye másik dolog, ami még ilyen technika szokott lenni, hogy az időpont előtti időszükséglet. Tehát például szoktam olyat csinálni. Felkészülés, utazás. Utazás főleg. Tehát ugye hiába csipog 15, vagy nem tudom, hogy szokott a nap, tehát azt hiszem 15 percenként csipog, de hogyha nekem fél óra kell, hogy odaérek valahova, akkor hiába csipog. Tehát például azt is beszoktam minden naptárba, hogy indulj el. Most is itt voltál hamarabb. Abszolút. Egyébként ez a mondat, tehát ezt hallgatlak, és azt mondom, hogy még van időm. Tehát, hogy ezt vajon hány vállalkozó hányszor mondhatja el manapság, és ezek nagyon fontos, hogy mondjam, tehát, hogy azt látom nálad, hogy egy nagyon komoly keretrendszert, ilyen szabályokat, döntéseket hozol azzal kapcsolatosan, és ennek meg lesz az eredménye, hogy nem kapkodsz, hogy nem sietsz, mert ide is úgy érkeztél meg, hogy felkészülten hoztad a jegyzeted, időben volt időnk kávézni, beszélgettünk, ráhangolódtunk, és amikor eljött az idő, akkor bekapcsoltuk a kamerát, és kezdtük a beszélgetést. Igen, tehát nagyon-nagyon fontos az időbeosztás, és nagyon fontos a naptár. És az, hogy ne kapkodj, ne legyenek ilyen háttérgondolataid, az azért kell, hogy tényleg fél óránként rákenni, vagy óránként a naptáradra, és akkor megnyugszol. Tehát megnyugtatod magad, hogy oké, minden rendben. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a naptár, és mondok még egy nagyon érdekes dolgot, ezt én 30 éve használom, és azt látom, hogy nem használják az emberek, ez pedig a feladatlista. Akár e-mailből, akár telefonból, akár mész az irodába, és valaki azt mondja, hogy főnök ez meg ez. Ezek a feladatok, nevezzük úgy feladatoknak, ezeket a feladatokat én mindig felírtam. Tehát amikor én dolgoztam, akkor mindig egy ilyen csak papíron csináltam, egy ilyen dossziém volt, és benne egy papír, és rá volt írva, hogy feladatok. És bárki bármit mondott, azonnal felírtam. Szintén ugyanúgy, mint a naptárnál, hogy ne legyen a fejembe. Tehát mentem, beszélgettem, e-maileztem, telefonáltam, de hogyha az e-mailben az volt, hogy utána kell néznem valaminek, akkor azonnal felírtam a feladatokat. Nagyon fontos, hogy ezeket a feladatokat is sorba írtam. Tehát nem csináltam semmi, hanem csak majd, igen, egyelőre sorba. Ugyanis, ha jössz, fölírom. Ugyanis, ha te mondasz nekem is valamit, vagy mondjuk egy kollégám mond valamit, és elkezdek agyalni, hogy várjál, akkor ez a ilyen lap, ez az olyan lap, akkor lelassulsz. Ha csak fölírom, akkor az nagyon gyorsan föltűnik, mindig megyek tovább, fölírom. Jön a lényeg, hogy amikor visszaértem a munkahelyemre, az asztalomhoz, akkor elővettem ezt a papírt, és valamilyen módon vagy sorszámmal, vagy egy külön lapra átírtam. Tehát az volt a megoldás, hogy föl voltak sorba sorolva, és mellírtam, átnéztem nyugodtan. Tehát ott már nem a kollega előtt, nem az ügyfél előtt, hanem leültem nyugodtan, átnéztem a feladatokat, megint rögzítem, hogy ez van, más nincs, megint egy megnyugvás, egy lazaság, nyugalom, és azt mondtam, jó, akkor ez az egyes, ez a kettes, ez a hármas, ez a négyes, ez az ötös. Bekódoltad adatát. És ott nyugodtan bekódoltam, végig gondolva. Mert lehet, hogy mond valamit, hogy főnök, óriási a baj, ezt meg ezt csináld meg, akkor beírom a sürgősre. Lehet, hogy nem is sürgős. Tehát nyugodtan gondold végig, hogy mi a fontos, mi a nem fontos, és mikor végig gondoltad, az szerint lépjél. Akkor viszont tényleg az egyes csináltam, a kettest, a hármast. Ugye az is kellemetlen, hogy főnök, nagy a baj, jó, akkor beírom a ráér dologba. Tehát meg nem tudod eldönteni. Van bennem egy kérdés, ami igen, szerintem pont ide kívánkozik. Igen. Van egy fantasztikus könyv, aminek az a címe, hogy lassú és gyors gondolkodás, nem tudom, találkoztál vele. Itt most a feladatlistánál tartom fontosnak ezt, amikor kódolsz, priorizálsz, döntéseket hoz, hogy mikor, mivel foglalkozol. A könyv fő koncepciója az, hogy vannak az életünkben olyan dolgok, amikről ilyen gyors, dinamikus döntést hozunk, és ez így helyes. Tehát az, hogy most elmenjek a tejér kenyérére, az nem az a kategória, amiről egy meetinget össze, alszok rá hármat, és a többi. Viszont van a lassú gondolkodás, és kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy használod az üzleted, a vállalkozásod kapcsán, hogy vannak olyan stratégiai döntések, amik lehet, hogy először egy lapra kerülnek fel, de akkor utána az nem úgy lesz, hogy aznap, tehát a feladatlistánál, ott lehetnek olyanok, amik sokkal
hosszabb meggondolást, megfontolást a dolog jellegéből, a döntés jellegéből adódóan több figyelmet, több időt, több információt igényelnek. És nekem azért tetszett ez a könyv, hogy a frusztrációnak lehet az is a meleg ágya, amikor stratégiai döntésekről így hozunk, amit nem kéne, és akkor utána fogjuk a fejünket, hogy fú, ezt hogy elszúrtam. Vagy van olyan, amire csak azt kéne mondani, hogy A vagy B, A vagy B, A vagy B, és azon meg ülünk 3 napig. És ha ez a kettő keveredik, akkor ebből lesz egy káosz megint. Ezt hogy látod? Ez abszolút így van. Tehát, nem, tehát a stratégiai döntést azért megyek vissza, és azért döntöm el, hogy mi az egyes, és mi a tízes, mert valóban ezt nem lehet azonnal eldönteni. Uh-huh. Ugye van ez a fontos, nem fontos, sürgős... Fontos, sürgős mátrix. Igen, így van, így van. Én ezt nagyon gyakran alkalmaztam, és akár ezeket is mellé írtam a dolgok mellé. És nyilván, ami, hogyha, tehát azt szoktam mondani, hogyha folyik a víz, vagy ráz az áram, akkor azt... Nincs sok kérdés. Igen, akkor nincs sok kérdés, de én mindig a stratégiai, tehát nem a sürgőssel, hanem mindig a fontossal foglalkoztam. Én tovább árnyaltam még ezt, egyébként bátorkodtam erről írni egy könyvet is, az a cím, hogy először a fontosat, mert ott azért még kitértem arra is, hogy kinek fontos. Kinek sürgős? Tehát, hogy amikor a majommenedzsmenttel ezt ötvözzük, akkor azt mondom, hogy valaki belép az életedbe, valamilyen fórumon, ahogy hozzád el tud jutni, most ez, hogyha e-mail, telefon, valami megállít, főnök, és azt mondja, hogy baj van, ahogy az előbb kreáltál egy ilyen szituációt. Kinek sürgős és kinek fontos? Mert onnantól ez egy ilyen, én vállamra engedem ezt a majmot, már nekem lesz sürgős, nekem lesz fontos. Tehát, hogyha ezt a mátrixot, ahogy mondtad, hogy te is használod, én is törekszem rá, akkor azonnal látom, hogy lehet, hogy neki lenne most fontos, de nekem most más prioritása fontos, és vigyázz a saját idődre, ami nekem nagyon tetszik címként is akár erre a beszélgetésre, ott viszont arra törekedni kell, hogy akkor az én mátrixomban az én értékrendem, az én prioritásaim szerint kerüljenek be a dolgok. Ez így van. Én annyira önző ember vagyok, hogy ez föl sem merül bennem. Tehát a más ideje az, tehát ez, hogy másnak fontos, ezt észre se vettem. Igen. Igen. Tehát, de valóban én csak a saját időmmel, csak a saját cégem. A fontos az csak én. Ez jó. Tehát nem jó önzőnek lenni, de ebbe még fontos. Még egy praktikus kérdés. A ötletekkel hogy vagy? Nekem van egy ötletek mappám, és ehhez időnként visszatérek, ez nekem egy ilyen, majdnem egy ilyen töltődés. Tehát azokban így van egy, ahova gyűjtöm, és akkor utána ott is kialakul egy prioritás, hogy mi kerül megvalósításra. De azért azt látom, hogy te is egy nagyon kreatív ember vagy, és nagyon, nagyon jó ötleteid vannak, és ezeket nyilván nem tudni neked megvalósítani. Akkor először találkoztam azzal a megközelítéssel, hogy az igazán sikeres embereknek az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a rengeteg jó ötlet közül döntsenek, hogy melyiket valósítják meg egyáltalán. Ezzel szemben nyilván nagyon sokan azt mondják, hogy hát nincs is lehetőség a mai világban, nincsenek is jó ötletek, meg ha valakinek van egy ötlet, akkor azt hiszi, hogy hú, titoktartásit írjunk, hogy ezt elmondjam neked, hát akkor nem mondd el, de van ötletből durát lehet rekeszteni. Kíváncsi vagyok, hogy nálad van, milyen rendszered van az ötletek kezelésére. Van-e ilyen rendszered, vagy hogy hogyan bánsz ezzel, akár a saját ötleteid, amikor van egy ilyen kreatívabb időszakod, vagy ha hozzád érkezik egy olyan, amire azt mondod, hogy ez jó ötlet, ezzel érdemes foglalkozni. Igen. Én nagyon szeretem az ötleteket, tehát ugye, amit mondtam, hogy szakember, menedzser, vállalkozó, nekem ez abszolút a vállalkozó időbe tartozik. Okay. Tehát jellemzően az, ugye, hogyha mikor már nem dolgozok annyit, de mikor 10 órát dolgoztam, akkor jellemzően azt mondtam, hogy 3 óra vállalkozó, 3 óra szakember, 4 óra menedzser. Ugye 80-an voltunk, tehát nem sajnáltam az időt az embereimtől. És az ötletek egyértelműen a vállalkozó időbe voltak. Értem. Hogy ez én ötletem, ő ötlet, ez ilyen szempontból mindegy, de erre mindig hagytam időt, és ezt mindig én a vállalkozó időnek szoktam tenni. Egyébként ez megint egy jó tanács, ugye van, aki mindig rohan, és akkor mi van a cégemben, és mindig azt mondtam, hogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy bementél, vagy elindultál a otthonról, és minden egyes percre írt oda, hogy az vállalkozó, menedzser vagy szakember munka. És add össze a nap végén. Egy hétig, macera, tudom. De hogyha egy hétig csinálod, akkor nagyon tisztán látod, hogy hol tartasz. Uh-huh. Tehát amikor bejön, beszélgetett valaki. Nem kell percenként, tehát bejön, beszélget valakivel, 15 perc beszélgetés. Ez milyen beszélgetés volt? Mint szakember dolgoztál, mint menedzser dolgoztál, vagy mint vállalkozó dolgoztál? Írd le. 15 perc, ennyi. Utána földolgoztál 10 e-mailt, ez a 10 e-mailből 3 ide, 2 ide. És meg tudod nézni, hogy a 10 órából, vagy az idődből hány százalék ez, hány százalék az, hány százalék amaz. És hogyha ez nem egyharmad, akkor bajba vagy. De előbb-utóbb ki fog ütközni akkor, hogy... Igen, akkor nem fog haladni a céged.
akkor te egy ilyen tűzoltó vagy a cégben, aki igazából, de akkor nem a cég tulajdonosa, vezetője, igazgatója vagy, hanem egy középvezetője, mert a középvezetőnek az a dolga, hogy oldja meg a problémát. Tehát, hogyha van egy középvezetőnk, mondjuk akinek van 10-20 embere. Ő lenne a menedzser, akkor a három volt. Napi 10 órában menedzser legyen. Neki köszönjük szépen, nem kell, hogy fogja össze a szakembereket. Így van. Neki nem kell szakmai munkát végezni, nem kell a vállalkozással foglalkozni, akár 10-10 percet lehet, tehát beugrik egy ötlet főnök, itt a vállalkozás ötlet. De arányaiban ez szinte akkor 90% menedzser és 5-5%. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt elemez magadban, és bármi jön ki az eredmény, tud, hogy a céged ott tart. Tehát, hogyha te fejlesztesz, szoftverezzel, heggeztesz, akkor te szakember vagy, és hát a cégednek egy szakmai dolgozója vagy. Ha te ügyeket intézel napi 10 órába, akkor te a cégednek egy menedzsere vagy. És ha van legalább 20-30% időd, akkor te a cég vezetője vagy. Nagyon fontos dolog, hogy ha az derül, hogy te napi 90%-ban menedzser vagy, akkor tudd, hogy a cégnek nincs igazgatója. Ha te napi 10 órában szakmai munkát végzel, az nem baj, csak tudd, hogy a cégednek nincs igazgatója. Ez amit a kormányos nélküli hajó. Tehát erre ez is nagyon fontos. Ezek is nagyon komoly felismerések lehetnek, amit mondtál, hogy macera, tehát az ember belerakja. Egy hétig tudod csinálni. Egyébként én is csináltam ezt, mikor azt éreztem, hogy nem megy a kulcot, mivel foglalkozom? És akkor jön a felismerés. A szembesülés ezzel, igen. Igen. Még egy dolog erre a papírra, és akkor ráérünk egy nagyon izgalmas témára, mint az utolsó téma is lesz. Ugye, mi van akkor, hogyha ez betellik? Mert volt ilyen. Akkor veszek egy másik lapot, és arra írom, harmadik lapot írom, és utána, amikor ez nagyon zavaros, akkor újraírom egy új papírra. Tehát nagyon sokszor azt csináltam, ugye van, oké, 1-10 megvan, de akkor ezt mégse tudtam, ott még kell várni, egy feladat, még három feladat hozott. Tehát én nagyon gyakran ezeket a papírokat leraktam egymás mellé, elővettem egy újjányos lapot, és újraírtam. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha ez sok feladat van ezen a papíron, akkor célszerű akar naponta újraírni. Uh-huh. Vagy esténként. Én azt csináltam, hogy dolgoztam, összefirkáltam a lapomat, és addig nem mentem haza, míg nem írtam le egy új lapra. Ugye lehet, hogy három lapom volt aznap, annak a másfele ki van húzva, három átírva. Hazamenetel előtt még a fejemben volt minden, újraírtam egy lapra. Tehát másnap, mikor kezdtem a munkát, akkor egy új A4-es lapon szép sorban voltak a feladatok. Rendet raktam a fejembe, és úgy mentem haza. És tudtam a gyerekekkel játszani. Van egy érdekes ilyen pszichológiai élmény azzal kapcsolatosan, amikor az ember elvégez egy feladatot. Ugye azt arra gondolok csak, hogy amikor azt mondod, hogy ez is megvan, és ezzel úgy tisztul a papír, fogynak a feladatok, akkor az úgy feltölt. Abszolút. És hogyha ilyen szempontból, hogyha még ráadásul azt is csinálod, hogy így ezt a kaotikus állapotot rendezed, és akkor úgy megint tiszta elmével tudod elhagyni a munkaterületet, és úgy tudsz akkor átlépni a play hardra, tehát amikor az vagy a család, és már nem viszed haza a fejedben bolyongó gondolatokat. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, és visszatérek az e-mailre. Tehát ott is, mikor jött az e-mail, 27 e-mail jött, és azt megcsináltam 15 perc alatt. Volt ebbe spam, volt ez, volt az, voltam az, és elfogyott. És akkor is, hogy a sikerélmény ott volt, amit mondasz, tehát ez, és hogyha ezt nem csinálod meg, akkor ezt az élményt soha nem kapod meg. Sőt, a másik oldala jelenik meg, nem? Igen, a negatív. Igen, így van, soha nem lesz vége. És tehát ezek rendkívül fontos dolgok, hogy megcsináltam. Jött 5 telefon, volt rá 15 percem, visszaívtam mind. Megcsináltam. És és mindig azt mondtam, hogy akkor 30 perc vállalkozás, tehát, és akkor úgy álltam neki, hogy na most akkor csinálok egy marketing tervet, vagy kitalálom az új terméket, vagy elemzek 3 ötletet. De hihetetlen dolog úgy nekiállni 3 ötletnek az elemzésének, vagy gondolkodásának, hogy lezártál 15 e-mailt, meg megcsináltál 5 telefont. És tudod, hogy van fél, és telefon leforgatva, e-mail leforgatva, és tudod, hogy van 30, ajtó becsukva, és van 30 percet, hogy ötletekről, gondolatokról, stratégiáról gondolkodj. Teljesen más az energiája az egésznek. Abszolút. Hogyha ebben az állapotodban állsz neki. Igen. És akkor utolsó, bár biztos van még egy csomó, úgyhogy még akár beszélgethetünk, ez a titkárnő-sofőr téma, ami rendkívül izgalmas dolog. Ugye azt tapasztaljuk, hogy majdnem minden menedzsernek van titkárnője. Mm-hmm. És majdnem szinte senkinek nincs sofőrje. És ha belegondoltok, ez régen lehet, hogy működött, de ma már ez értelmetlen dolog. Hiszen mi telefonálunk, már nem kell, hogy vizike kapcsoljon, mi írjuk a leveleket, nem kell gépelnie, igaz?
Meg a kávét is mi főzzük, mert benyomunk egy kapszullát, tehát igazából ma a titkárnőnek gyakorlatilag nincs szerepe. Foglal egy repülőt, de igazából bármelyik kollégád megcsinálja. Tehát azt láttam, hogy egy titkárnő naponta 1-2 órát dolgozik, ha dolgozik. Viszont a sofőr, egy kicsit erről beszélgessünk. Tehát mindig azt mondtam, nekem soha nem volt titkárnőm az elmúlt 30 évben, de mindig volt sofőröm. Tehát ha kicsit számoljunk, és akkor nézzük, hogy ilyen 10-szer annyit tudok dolgozni egy nap. Elindulsz otthonról, legalább fél óra. Hazamész, legalább fél óra. Tehát egy óra, amikor te ülsz az autóba, vezetsz, és max telefonálsz. Az nekem, ez egy plusz óra, extra óra, mert én az alatt mondjuk megnézem az éjszakai e-maileket, ülök hátul a Mercedesbe, és nincs más dolgom, mint a klímázott helyen, átnézem az e-maileket. Te úgy érsz be, mondjuk egy vezetés után, hogy megint itt van 87 e-mail, én úgy megyek be, hogy az éjszakai e-mailek le vannak rendezve. Nap vége, gyerekére el kell menni az óvodába. El kell menni vásárolni. Ha belegondolsz, ezek a feladatok, ezek jellemzően naponta 3 órát ülsz az autóba. Az nekem 3 óra munka. És ott van az e-mailem, ott van a telefonom, ott van a jegyzettömböm, ott van az olvasnivalom, az ötletek. Tehát például az ötleteket én általában a kocsiba olvasom. Mert ott nyugalom van, és elolvasom, hogy milyen ötletek vannak. Tehát azáltal, hogy van sofőröd, legalább 3 órát megsporolsz naponta. Az közel 50% a munkaidődnek. Úgy, hogy a nem szeretem, nem kommunikációs részt le tudom rendezni. Tehát, hogyha valahova mégis el kell menni egy megbeszélésre, akkor arra teszem az e-mailt, hiszen nem kell mindig 45-kor elindítani az e-mailt. Tehát tudom, hogy megyek mondjuk egy fél órás útra, akkor hagyom az e-maileket, és azt mondom, hogy a kocsiba szépen átnézem az e-maileket, szépen válaszolok rá, ha van olyan telefon, szépen visszaívom. Tehát rendkívül fontos, hogy a sofőr az napi legalább három órát hozna minden menedzsernek. És azt látom, hogy az emberek mennek, vezetnek, ülnek a kocsiba, idegesek lesznek, kapkodnak, olyan a forgalom, amilyen, és rendkívül fontos, hogy legyen egy sofőrünk. És én fölírtam még 4 dolgot, ami ilyen extra dolog ez a sofőr dologhoz. Az egyik a parkolás. Tehát gondold el, hogy elmész egy megbeszélésre, ami lehet, hogy csak 10, Google azt mondja, hogy 10 perc, de elindulsz 20 perce hamarabb, hogy lesz a parkoló, vagy nem lesz parkoló. Találj helyet, igen. Találj helyet, vagy nem találsz. Tehát már buktál 100%-ot. Így van, mert nekem az 10 perc, mert én beülök az irodába, kiszállok a ház előtt, nekem az 10 perc, hogyha a Google azt mondja 10 perc. Tervezhetően 10 perc. Tervezhetően 10 perc, mert a ház előtt mindig van hely. Neked 20, és mi az izgalmas, hogy ez vagy csak 15, vagy 25. Tehát soha nem fogod eltalálni, mert hogyha időben indulsz, mindig van a ház előtt egy parkoló, és ott vagy 10 perce hamarabb, kidobtál 10 percet. Ha meg picit, elég csak 5 perc, akkor biztos, hogy nem találsz helyet. Ez az egyik. 2. Már a megérkezés előtt lesz parkoló, hol állok meg, frusztrált vagy. Keringsz, vagy van hely, vagy nincs hely, vagy van apród, vagy nincs apród. Esik az eső. Miben öltözöl? Én zakóba megyek, mert a ház előtt kísállok, egy ernyével a sofőr oda kísér a kaphoz, nekem elég egy zakó. Ha kabátot veszel, megizzadsz a kocsiba. Ha nem veszel kabátot, megfázol az úton, mire az esőbe a leparkolt autótól odaérsz. De nyilván jó sofőrök vagyunk, de én föl tudok készülni arra megbeszélésre. Te vezetsz, a forgalommal foglalkozol. Tehát rengeteg csak a parkolással, hogy kipihenten, felkészülten, pontosan időbe érkezünk, már ez egy óriási dolog. A következő az időjárás, hogy ugye állandóan ez probléma egy kocsival, hogy milyen idő van, hogy öltözzek föl, izzadt leszek, nem leszek izzadt, és a többi, és a többi. A harmadik, és ugye még az idő, az esti partik. Ugye menedzserek vagyunk, sok helyre meghívnak bennünket. Ha mi megyünk, akkor iszunk, nem iszunk. Tehát lehet, hogy azt mondja, hogy ez ilyen szórakozás, de nem. Tehát ugye egy menedzser, ha elmegyünk egy partira, és megkínálnak egy pezsgővel, akkor illik elfogadni. Igen, de mi lesz a jogosítványunkkal? Tehát megint már egy frusztráltság van bennünk, hogy milyen jó lenne meginni itt azért 2-3 pezsgőt, és ha sofőrrel mész, akkor egyrészt ugye az az idő is kvázi munkára használható, hiszen ha már a munkahelyről megyünk egy megbeszélés, vagy esti vacsorára, vagy bármire, akkor az munkaidő, akkor tudunk dolgozni, e-maileket feldolgozni.
meg tudunk inni egy pohár bort, és nyugodtan haza tudunk menni. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy én tényleg látom, hogy milliárdosok isznak, nem isznak, rettegnek, na még egyet, ugye, mert unszolás van, na még egyet, de nem lehet, jaj, mi lesz. Tehát, hogy minek nekünk ez a stressz? És belegondolsz, van elég egyébként, van is, elég, ami jönne felénk. Van. És ha belegondolsz, mennyibe kell egy sofőr? Tehát, hogy tényleg megérje nekünk ezzel minden este a jogsinkat, a becsületünket, mert talán nem is a jogsi, meg nem a pénz a lényeg, hanem most elkapnak engem részegen. Én nem tehetem meg az én beosztásomba. Tehát én soha nem iszom, és mindig sofőrrel megyek. Illetve iszom, csak mindig sofőrrel megyek. És tényleg ez, belegondoltok, minimál pénz. És még egy nagyon érdekes dolog, amit fölírtam, ez a színház. Hiszen ugye a színház, vagy amikor majd lehet, majd járunk színházba, meg jártunk színházba. Tehát, hogy miből áll az, hogy egy színházban nyilván sofőrre megyünk, hiszen a feleségünk nyilván magas sarkuba lesz, kis estéibe lesz, elegánsan lesz. Télen megyünk színházba. Tényleg a rossz látni, hogy sikeres, gazdag emberek ott tipegnek a Víg Színház, meg egyéb színházak környékén, ott a kutyaszarba, miközben mennyivel elegánsabb, egyszerűbb megállni a színház előtt, kiszállni és bemenni a színházba, mint parkolót keresni, szaladni, tipegni, megfázni. Nyilván egy estei ruha az nem arról szól, hogy jól föl van az ember összeöltözve. Tehát csupa-csupa kellemetlenség, amit egy sofőrrel ki tudsz váltani. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy aki szeretne naponta 4-5 órát spórolni, tehát 4-5 órával többet kapni, akkor vegyen fel egy sofőrt. Óriási hatékonyságot tud növelni. Érdekes nézőpont mindig, amit behozol egy-egy ilyen beszélgetésbe, mert teljesen máshonnan fogod meg adott témát, mint ahogy az ember alapvetően nézi. Mert amikor azt mondom, hogy vállalkozást építek, akkor az egyik utolsó gondolat az lehetne, hogy ilyen típusú költségeket generáljak. De hogyha most azt meghallgatom, hogy te levezetted ezt az egészet, akkor tényleg mi mennyibe kerül? Tehát mennyi az én órabérem? Mennyi pontosan az, amit én közben ki tudok használni? Én azt gondolom, hogy jócskán van most elmélkedni mindannyiunknak, és talán ezt a témát, ha nem bánod, most le is kerekítem, lezárom, mert a jó hír az, és ezt most már nektek mondom, hogy további két beszélgetés vár most ránk Tiborral, ami nekünk csak néhány perc szünet lesz, nektek néhány hét is folytatjuk, de vissza fogunk jönni, és beszélgetünk a pénzügyekről és a vállalkozásról, és lesz egy külön blokk, ami kifejezetten a pénzügyekről fog szólni, hogy hogyan tudjuk ezt vállalkozóként kitűnően kezelni. A leírásban megtaláljátok Tiborral az előző beszélgetésünket, ahogy említettem, hamarosan jövünk a következővel, illetve ne hagyjátok ki azt a nagyszerű lehetőséget, hogy ezt a válságkezelő ingyenes előadást megnézzétek el, sajátítsátok és kijegyzeteljétek. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan jövünk a folytatással, köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, Tibor, neked is köszönjük, hogy újfent nagyon értékes gondolatokat osztottál meg velünk, és akkor hamarosan folytatjuk. Örülök, hogy itt lettem. Köszönöm.